jelentkezni a zsűrizéshez, egy nagyon érzékeny, de annál magabiztosabb lány következik. Sing Vicky! Sing Vicky az előző showban hihetetlen energiákat szabadított fel a színpadon. Megadta az est alaphangulatát, és elképesztően magas, 89%-os eredménnyel magabiztosan jutott tovább a mai fordulóba. A 89%-os, Jézus, Atya Úristenet, nagyon jó, köszönöm szépen! A fantasztikus volt. A múltkor kritikus voltam, érdemes volt. Baromi jó volt. Megelégedett a kerültanár úr. Nagyon örültem neki. Mindig mondják nekem, hogy hiperérzékeny vagyok. Szinte bármin képes vagyok összesírni magam. Amikor először felment a fal, amikor olyan csodálatos kritikát kaptam a zsűritől, vagy mikor egy kedves versenytársam olyat énekelt. Örömkönnyek voltak, tehát ezzel nem tudok megbirkózni adott esetben. Tehát, hogyha jön, akkor jön. Nagyon sok olyan szituáció van, amikor ez hátrány tud lenni, hogy nevetségesi válik az ember, hogy most mit böngölít ez a nő, már megint normális. Az, hogy engem elkap az ihlet, és én írok egy dalt, és közben könnyesre bőgöm a párnámat, ezt kifejezetten meg tud nyugtatni. Nem tudok csak úgy énekelni, vagy csak úgy megnézni egy filmet, vagy csak úgy meghallgatni egy dalt, annak semmi értelme. Annak van értelme, hogyha érzed is, amiről szó van. A legnagyobb felszabadulás az, amikor ez eljut a közönséghez. És amikor jól kisírom magam. Szállítottuk Sing Vicky könnyeit. Most te tényleg ennyire érzékeny lány vagy? Mi az igazságmesély? Igen, én nagyon, nagyon mindent megélek belülről, de hát mi értelme van egyébként, hogyha az ember nem éli meg a dolgokat, de nyilván a hagymavágás közben is sírok. Természetesen. Teljesen igazad van egyébként. 20 másodpercük maradt, hogy bejelentkezzenek gyorsan a zsűrizéshez, és hát szerintem önökre is minden alkalommal hatással van az, amit Vicky produkál a színpadon. Ma este milyen érzelmeket kell megélned az éneklés közben? Milyen dalt hoztál? Igen, ez egy magyar nyelvű dal, ugye, amit énekelni fogok, tehát duplán meg tudom élni, mert hogy minden szavát értem. Ez egy szakítós dal, egy gyönyörű szerelmes dal, az elengedésről szól, és ezt éneklem minden olyannak, aki nemrég szakított, és most pontosan fogja érezni, amit most érzek, miközben éneklem ezt a dalt. Ez még nekem is gyomorba vágott, pedig nem tartozom a célcsoportba. Remélem bejelentkeztek a zsűrizéshez, és azt is, hogy a végén örömkönnyeket látunk majd. Hogyha ehhez hozzá szeretnének tenni, akkor a kék nyilat húzzák jobbra, ha esetleg nem tetszik a produkció, akkor a pirosat balra. Hajrá, Sing Vicky következik! Nem sírtam, engem eltörtél.
Sing Victoria 81%. Wolf Kati slágerét énekelte, Szerelem, miért múlsz? És tovább jutott ő is. Megemelted a falat. De még hogy megemelted a falat. De most te sírjál. Nyugodtan sírhatsz. De egyszer én is együtt fogok veletek sírni, megígérem. Itt állunk a majd hárman, és valamikor én sírok. És akkor Anna is becsatlakozik, a nézők is, jó, a család is, mindenki, aki majd tud sírni, együtt. A sírhat. Jó? Viki, azt szeretném, hogy ezt a síros énedet, ezt most raktározzuk valahova. Jó, ezt már ismerjük kívülbelül, ez most már ne legyen többet. Én ismerlek, annyival több színed van. Neked van egy karakteres Viki éned, neked van egy humoros Viki éned, egy szexi Viki éned, egy hisztis Viki éned. Tedd föl a színpadra, most már azokat is be kell vetni, mert ez nagyon jó, működik, fantasztikusokat énekelsz, és amikor fölment a fal, és megjelent végre ez a vigyor, a diva vigyor, a Viki vigyor, az Elti Pro vigyor, benned ez mind, Viki vigyor, benned ez mind benne van. Ki a színeidet, jó? Mert most már oda kell rakni. Azért én nagyon örültem annak, hogy ez igazán mélyből jövő dal volt, hogy ez lútbőrző dal volt, hogy ez az ösztöneinket megmozgatta, és hogy magyarul is úgy lehet énekelni, hogy értem a szöveget, és van értelme. Köszönöm. Én köszönöm. Ez az előző gyöngyhalász Alexandrát. Az a helyzet, hogy annyira katartikus élmény volt az előző, és most nagyon vártam, hogy mit kapunk tőled. Bevallom őszintén, Viki, azért merem ezt mondani, mert egy elképesztő énekesnő vagy. Itt erről már nem kell beszélgetni. Én hihetetlenül várok még valamire tőled, arra a megnyílásra, arra, amit most én nem kapok meg. De az, hogy te hogy énekelsz, arról most már nem kell beszélgetnünk, viszont muszáj lejjebb menni oda a gyöngyhalászokhoz, Anna, vagy hova? A gyöngyhalászokhoz. Viki, gyöngyhalász vagyok, sodródj velem. Van egy ilyen dalunk, de ne velem sodródj, hanem egyébként ez ebben a műsorban. Azt szeretném mondani, hogy mindig eszembe jut, amikor világsztárokat nézek, végignézik egy koncertet, akkor mindig az adott énekes egyszer villantja meg ezt a tudását. És én most nekem egy picit ez sok volt. Ezek a magas hangok elég egyszer, és akkor tudjuk azt, hogy Sing Viki tudja ezt is. De mikor minden harmadik sornál megmutatod ezt, az már nekem... Lehet, hogy azért mondom, mert én nem tudom ezt csinálni. Viki Vigyor olyat mutatott, hogy leszakadt a valami hasonló. Azért nekem azért a végén azok a magas hangok, azok előtte nem voltak, azok nálam tördöfések voltak, gyönyörűek voltak. Köszönöm. Köszönjük szépen. Fuss a páholyba, Viki, biztos tovább jutóként itt leszel velük jövő héten is, már amennyire tudsz. Ha egyszer valaha ruhát akarnád tervezni, akkor csak Viki Vigyor néven ad ki ezt. Csodálatos márka névre. Pedig Majka Vigyor is létezik, csak mondom. De az nagyon csúnya, abból nem adunk el egy darabot sem. Igen, na. Viszont táblázatot nézünk, az nekünk van egy nagyon fontos táblázatunk.